január 20-a Szent Sebestyén napja. 285 éve ünnepli a város ezen a napon, hogy túlélték a fehérváriak a pestis járvány pusztítását. Idén is misével adott hálát, és a templom előtti téren fánkkal, forró teával ünnepelt a lakosság. Spányi Antal megyés püspök celebrálásával, hálaadó szentmisével kezdődött a város fogadalmi ünnepe, amelyet 1739 óta Szent Sebestyén napján rendeznek meg. A halálos pestis járvány idején a felsővárosiak böjtöt tartottak, és körmeneteken kérték a vértanú közbenjárásával Istent, hogy mentse meg őket a pusztulástól. Miután a fehérváriak szerencsésen megmenekültek a pestis járványtól, fogadalmuk részeként először kápolnát, majd templomot emeltek Szent Sebestyénnek. Varga Tamás országgyűlési képviselő szerint a vértanú ünnepe több szempontból is jelentős. Egész Székesfehérvár összegyűlik ezen a napon, és emelt szívvel emlékezünk eleinkre, akik egy fogadalom következményeként építették ezt a templomot, Székesfehérvár fogadalmi templomát, hiszen a fogadalom arról szólt, hogy megmenekültek a pestis járványtól, és ezért lehetünk ma itt ennek a fogadalomnak és ennek a küzdelemnek az eredményeképpen. Az elmúlt hónapok szeles és esős időjárása az egyik székesfehérvári állatotthonban is éreztette hatását, ugyanis egy 12 éves épületének tetőszerkezetéről a szél leemelte a fedőlemezeket. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék pedig befolyt a tető alá, így a menhelyen most minden segítség elkél. Szerencsére hamar érkeztek is felajánlások a Heroshoz, egy székesfehérvári cég a teljes tetőfedést elvállalta, a munkálatok pedig el is kezdődnek, amint az időjárás is kedvező lesz. Ha beázik a tető, akkor ott az alatt az apha létezés az tönkre mehet, és ugye az egész épületnek az állagában keretkezhet ugye nagyobb kár is, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt minél előbb elhárítsuk, és az is nagyon jó, hogy megkaptuk az anyagokat adományként, és önkéntesek pedig jelentkeztek, akik majd fel fogják rakni ezt a tetőfedő anyagot. Nyilván itt hát az időjárás azért olyannak kell lennie, hogy lehessen dolgozni, de bízunk benne, hogy ezt minél előbb meg tudjuk csinálni. Mint azt a fehérváriak megtapasztalhatták, új áruház épül, megújul a Jancsér kert termelői piac és bővül a parkoló terület is. A Balatoni út 10-es szám alatti ingatlan magyar tulajdonosának mintegy 1 milliárd forint összegű beruházása várhatóan májusban készül majd el. Ugyanakkor, ahogy Schulz György, a Jancsér kert piac és közösség egyesület elnöke elmondta, az új esztendőben is hamisítatlan őstermelői áru, több száz háztáji, egyedi, saját ízvilágú, minőségi élelmiszer és kézműves termék várja a vásárlókat. Nem jellemző a mostani időszakra az úgynevezett uborka szezon, hanem kicsit nagyobb a vásárló érdeklődés, és ezt a termelők, a háztáji termelők előrevetítik az egész évre. Kicsit optimistábbak most, mint akár korábban voltak. Tehát az alap az, hogy úgy látják, hogy megvan a vásárlói kereslet, az érdeklődés a háztáji termékek iránt, az egészséges itt a helyben vagy a környéken termelt háztáji termékek iránt. Hiánypótló tornát rendezett a Kiskút Teniszklub. Két napos, négyes kategóriás szenior fedett pályás versenyen vehetnek részt a teniszezők a hétvégén. Egyéni, páros és vegyes páros kategóriában várták a 30 év feletti férfiakat és nőket a Viszló Transzkupára, melyre közel 40 egyéni versenyző jelentkezett. Ilyen még nem volt nálunk, mások verseny volt, de ilyen nem, a szenior verseny, négyes kategóriás, ez beleszámít a szenior ranglistába is, és kíváncsiak voltunk, hogy mennyien jönnek, hogy tetszik nekik ez a csarnok, mert sokan még nem voltak itt, és igazából egy hiánypótlás is, mert nincs abszolút magyar fedett pályás verseny szenioroknak egész télen.